A Kálvária kápolna, bár az egyik jellegzetessége Bátaszéknek, mégis olyan állapotban volt, hogy nem lehetett tovább várni a felújítással. Építészeti szempontból is különleges, hiszen azon kevés kálváriák közé tartozik, mely síkvidékre épült. Az egyház ugyan megkezdte az épület renoválását, ám az árak rohamos emelkedése miatt a tervek szerinti építkezést nem tudta befejezni. Erről is beszélt Felföldi László pécsi megyés püspök bátaszéki látogatása során. Az első és legfontosabb, hogy sikerült az úgynevezett alapvető állagmegóvást megvalósítani, és a kápolna létéről volt szó ebben a munkában. A következő lépés az új pályázatoknak a lehetősége lesz. Itt természetesen itt kell helyben ebben nagyon összefogni, és nagyon átgondolni, hogy hogyan akarjuk ezt megvalósítani. Most egyenlőre ezt kell lezárnunk. Az egyházmegyének van egy ütemterve arra, hogyan kezelje azokat az épületeket, melyek a tulajdonában vannak, mondja Felföldi László. 3-4 csoport van valójában. Az egyik, azok a műemlékeink, amik működésben vannak, amelyek adott területen funkciót töltenek be, és ott ők az első körben, így ez a kápolna is. Itt vagyunk, ez a terület, és utána jönnek azok, ahol már kevésbé vagyunk jelen, de mégis meg kell mentenünk, mint műemléket. E pillanatban nem látszik, milyen forrásból lehet majd folytatni a kápolna felújítási munkálatait, mondta a megyés püspök, aki kitért arra, terveik szerint, ha véglegesen sikerült felújítani a kegyhelyet, az a jövőben közösségi célokat is szolgálhat majd.